Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az ingatlanok négyzetméter árai, az építkezési kedvet pedig a 2016. január 1-én bevezetett, 5%-os lakásáfa is erősítette. Az építkezési kedv látványosan fellendült az áfa kedvezményes időszakban, ez igaz a családi házakra, de még nagyobb mértékben a társasházak építésére. A korábbi 27%-ról akkor 5%-ra csökkentették az áfát, de már akkor is kiemelték, hogy átmeneti időszakról van szó, 2019. december 31-ig érvényes. A határidőt betartja a kormány, ezt be is jelentették tavaly nyáron. Végül annyit módosítottak a törvényen, hogy azok az ingatlanok, ahol 2018. november 1-jéig építési engedélyt szereztek, ott még 2023. december 31-jéig érvényes a kedvezmény. Itt egy izgalmas kérdés azért fölmerül. A családi házak világában az egyszerű bejelentési eljárás, ahol nem kell építési engedélyt egyébként kérni, hogy ezeknek a világában hogy kell érteni ezt a dolgot. Én a kamara elnökeként próbáltam tájékozódni, és egy-két mértékadó helyről az a képem, hogy ebben az esetben viszont ugye ott az építési napló megkezdése, az elektronos e-naplónak hívjuk ezt. Ennek a megkezdettsége állapota egyfajta mérföldkő. Az én mai tudásom szerint a feltöltött és megkezdett e-naplóval rendelkező építkezésekre az egyszerű bejelentésnél elvileg ugyanez a szabály vonatkozik, de mindenkinek javaslom ennek mértékadó helyen nézzenek utána. Elsősorban a társasházi piac négyzetméter árain lehet látni az emelkedést. Nyíregyházán az új építésű ingatlanok esetében körülbelül 300-320 ezer forinttal, vagy még annál magasabb árakkal kell számolni. A BMW építkezése regionálisan is hat az ingatlanpiacra, mint Szabolcs, mint pedig Hajdú megyében akár 100 ezer forinttal is növelheti a négyzetméter árakat a gyár működése. Egy biztos, hogy a emelkedő trend, úgy ítéljük meg a szakmában, vagy úgy véljük, hogy a dinamikája a drágulásnak lassulóban van, vagy lassulni fog, de hogy tovább emelkednek az árak, az továbbra sem kérdés. Itt a mi térségünkben például a BMW hatalmas építkezése itt áll a küszöbön, és regionális hatásokkal fog jelentkezni, abban teljesen biztosak vagyunk. A Nyíregyházán a 400 felé tendáló árak, Debrecenben inkább 500 felé tendálnak manapság, és ez ennek további emelkedése várható, de hogy a legréni többet is mondjam. Budapesten a belvárosi kerületekben az ottani lakásárak 1 millió forint körül vannak és ott álltak be. Ez nem jelenti azt, hogy a 10 kezdetű kerületekben adott esetben ne lehessen mondjuk 500 000 forint körül is vásárolni Budapesten, de nagyon nagy a szórás. Egyébként pedig az egyéb ilyen prosperáló ipari régióink, Győr környéke, Kecskemét környéke, tehát az Észak-Dunántúl és a többi, ezek viszik a prímet, és hát azért a megyeszékhelyek mindenütt erősebb árszintet diktálnak. Az építő anyagok és a munkadíjak drágulása idén is folytatódik, de nem olyan mértékben, mint tavaly. 2018 egy kiugró évnek számít az építőiparban. Időnként még anyagellátási problémákba is ütköznek az építkezők, főleg ha több szakemberrel és vállalkozóval dolgoznak egy építkezésen belül. Amíg korábban heteket vártak egy-egy jó építőipari szakemberre, most hónapokat, néha több, mint fél évet is. Az, hogy kifizeti majd a plusz költségeket, ha átcsúszik egy-egy beruházás 2020-ra, az a szerződésektől függ, hogy abban a vételár megállapítása bruttó módon, tehát az áfával növelt vételárral együtt, vagy pedig nettó módon, vagyis nettó vételár plusz áfával történt. Szakportálok szerint sok építkezés a nagyfokú munkaerőhiány miatt csúszott meg az elmúlt években.